Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A titkos éjszakák, a jó szellemek éjszakái. December 28-a, a negyedik éjszaka. És ez azt jelenti, ahogyan te átéled ezt a napot, ezt az energiát, ezeket az eseményeket, kapcsolatokat, automatikusan átviszed április hónapra. Azon kívül vannak bizonyos témák is. Ezen az éjszakán tartok egy szertartást, és az segít abban, hogy szerencséd legyen április hónapban, segít abban is, hogy bizonyos témákban segítsen. Olyan helyzetekben, amikor vannak kihívások, és meg kell védeni magadat, amikor ki kell mutatni a bátorságodat, vagy egy új kezdetnél. Ennek a szertartásnak van gyógyító hatása is, és kihat a fejfájásokra. Amennyiben ez téged érdekel, ehhez készítettem egy külön videót, azon kívül részt vehetsz ebben a szertartásban, ez este 11-kor indul, eltart éjfélig, a díjam 4000 forint, és e-mailen keresztül még mindig jelentkezhetsz erre a szertartásra. Most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Én nem elemzem most az egész kivetést, hanem rátérek azokra a témákra, ami most fontos. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. A lelki társad itt a közelben van. Ez a férfi utal a férfiakra is. Az jó dolog, hogy ti egy vonalban vagytok. Mert ez utal a kapcsolatra. Itt pénzről van szó, és ha pénzről beszélünk, akkor természetesen ez kihat a munkára, a hivatásra is. Lehet, hogy ez a szerelmi kapcsolat a munkahelyen van, vagy vannak tervek, amit mindketten szeretnétek megvalósítani, és ez egy alkotó tevékenység, kihat a hivatásra. Amit a pénz még szimbolikusan jelent, az értékek. Te értékes vagy számára, ő értékes számodra. És itt vannak a vágyak, az elképzelések és az álmok. Ez a férfi gondol rád, egyrészt, mert itt van ez a gondolat, azon kívül a kártyák itt a feje fölött vannak, ami mindig a gondolatokra utal. Tehát megvannak itt a gondolatok. Te állsz itt a középpontban, de ez a férfi vagy féltékeny, hiszen itt megjelenik a gondolataiban a féltékenység, vagy úgy gondolja, hogy valaki figyel benneteket, és féltékeny vagy kíváncsi, vagy irigy rátok. Itt a képen ugyan egy férfi jelenik meg a háttérben, de mint mindig a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és utalhat egy nőre is. Lényeg az, hogy tudjuk, hogy valaki figyelget benneteket. Te ne törődj ezzel, hiszen itt lesz egy utazás. Ez lehet egy külföldi kapcsolat, ez lehet egy látogatás, lehet egy utazásnak a tervezése. Ez az út lehet egy lelki út is, egy közös jövő. Amit az utazás még jelent, ezek a változások. Itt kettőtök között változni fognak a dolgok, és ez a kisbaba szimbolikusan jelent egy új kezdetet. És milyen változások lesznek? Itt megjelenik a szerelem, az örvendezés, egy ajándék, újra ez az öröm. Tehát jóra fordulnak a dolgok. Itt megint látható a pénz,
Ez lehet egy anyagi segítség, vagy egy közös tevékenység, de jelenti a belső értékeket is. Itt lesz egy ajándék és egy jó hír, egy látogatás. Ami a szerelmet illeti, ezt az új kezdetet, itt minden remekül fog alakulni. Itt nincsenek nehézségek. Az egyetlen hátrány, ez a féltékeny személy itt a háttérben, de neves, ezen nem kell komolyan venni. Ez a nap, ez az energiamező, és ez a szertartás utal arra is, hol vannak kihívások, hol kell megvédeni magadat. Ezt is megtekintjük. Itt látható a szomorúság, ez a bosszúság, mégpedig itt a ház körül. Ez jelenthet egy ingatlan. Egy ingatlannak a vásárlása vagy eladása, itt légy óvatos a szerződéseknél. Az is lehet, hogy nem a megfelelő időpont áprilisban így ingatlanokkal foglalkozni. Amit a ház még jelent, ez az otthonod vagy a környezeted. Itt lehet bosszúság, ami a szomszédokat illeti. A ház jelenti a szülői házat, a rokonokat is, tehát elképzelhető az is, hogy a rokonságban lesz ez a kihívás, ami bosszant téged, ami szomorúvá tesz téged. Hogy véd magad? Ezt jelenti itt ez az özvegy asszony. Egy kirakásnál tulajdonképpen ez az özvegy asszony jelent egy özvegy asszonyt, vagy egy idősebb hölgyet, de ennél a kivetésnél én ezt a kártyát másképp elemzem. Mégpedig itt, ahol bosszúság van, itt, ami elszomorít téged a családban, ez lehet egy idősebb hölgy, de jelentheti a te tartásodat is. Húzódj vissza. Ez az özvegy asszony jelenti a magányt. De itt nem a szerelemről, a magányról van szó, hanem erről a visszahúzódásról. Tehát akkor is, ha valaki így megpróbál téged idegesíteni, ne reagálj erre. És ha visszahúzódó vagy, így egyedül maradsz, nem foglalkozol a dolgokkal, nem kell odafigyelni ezekre az eseményekre, akkor ez a tolvaj segít. A tolvaj ellopja a bosszúságot, ellopja a szomorúságot, sőt, a tolvaj eltávolítja az ellenséget is. Tehát így tudod védeni magadat, ha nem teszel semmit, hanem hátat fordítasz az eseményeknek, hátat fordítasz ennek a személynek. Hol vannak még kihívások? Itt a bíró jelenthet egy bírósági ügyet. Légy óvatos, hiszen itt van a hamisság. És azt kell ennél a bírósági ügynél, hogy elért azt, hogy az ellenfél esküdjön valamire. Mert ezt nem meri megtenni, és így kiderül az igazság. Amit a bíró még jelenthet, szimbolikusan, ezek az igazságtalanságok. Ami téged itt beteg itt a munkahelyen, hiszen ez a kártya utal a munkára. Itt lesz ez a veszteség. Ha védeni tudod magadat, akkor nem tudnak neked parancsolgatni, hiszen ez a katonatiszt szimbolikusan azt jelenti, hogy valaki megpróbál parancsolgatni neked a munkahelyen. De védd magad, ne engedd ezt meg. Sőt, én úgy látom a képekből, hogy valaki azt szeretné, ha te eltávoznál ettől a munkahelytől, hogy fölmondj. Valaki téged el akar távolítani. De ne hagyd ezt, hiszen ez neked egy biztos munkahely. Ahol hibázni tudsz, az a betegség. Ha ez neked túl sok,
és betegállományba iratod magadat, és gyakran beteg vagy a munkahelyen, előfordulhat az, hogy ez a munka, ez a biztonság elveszik, hiszen itt van a veszteség, hogy elküldenek a munkahelyedről. Tehát próbálj meg odafigyelni ezekre a dolgokra. Nem szabad elrohanni, nem szabad betegállományba menni azért, mert mások bosszantanak téged a munkahelyen, hanem állj talpra, védd magadat, mondd ki a véleményedet. Ne hagyd azt, hogy mások elérjék azt, hogy te visszahúzódsz, betegállományba vagy, betegítenek téged, vagy új munkahelyet keresel, hanem maradj itt, ezen a területen. És ez hoz neked szerencsét, és itt van a remény hozzá. Ha megvan itt a hited, ez az ellenség, ez a hamisság eltávolodik. Hiszen ez a veszteség jelentheti azt is, hogy ezek az események, vagy ez a személy fog eltávolodni. Nem te fogsz eltávolodni, hanem az ellenség a munkahelyen fog eltávolodni. És ez volt, ez a jóslás, ezen a különleges napon, ezen a különleges titkos éjszakán, erre az időszakra. Köszönöm a figyelmedet, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!